Ukrajnában április 28-án emlékeznek a Visztula akció áldozataira. 1947-ben a sztálini irányítás alatt álló lengyel kormány ukránok ellen irányuló etnikai tisztogatást hajtott végre. A szovjetekkel kötött megállapodást követően a lengyelek úgy döntöttek, hogy deportálják az ukránokat az addigi lakterületükről. Mindössze 2 órát adtak az embereknek, hogy összeszedjék holmiukat. Kiszűrték azokat az ukránokat, akik támogatták az UNUPA-t és koncentrációs lágerekbe küldték őket. Házaikat megsemmisítették, a kitoloncolt családokat pedig lengyel és szovjet területeken telepítették le, ügyelve arra, hogy egy községben ne legyen több 3-4 család. Ezzel az asszimilálásokat akarták előmozdítani. Az akció több éven át tartott, és mintegy 140 ezer ukránt érintett. 75 évvel a Visztula akciót követően a Szovjetunió követői, az orosz hadsereg folytatja a kényszerű deportálás és a megszállt területeken élők kiszűrésének gyakorlatát. Az embereket most is arra kényszerítik, hogy hagyják el otthonaikat és szülőföldjüket, költözzenek Oroszország távoli, belső területeire, többeket pedig úgynevezett filtrációs táborokba küldenek az orosz megszállók. Sajnos a történelem megismétli önmagát. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök részvételével tartották meg a helyi és regionális hatóságok kongresszusának ülését. A tanácskozást az orosz invázió kezdete óta először tartották meg. Számolt be az RBK Ukrajna az elnöki hivatal sajtószolgálatára hivatkozva. A videokonferencia formátumú megbeszélésen megvitatták az államaparátus működésének kérdését a katonai agresszió körülményei között. Napirendre került az ország háború után újjáépítési terve, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek lakhatásának biztosítása. Összevonjuk a pénzösszegeket, szakértőket és technológiákat, amiket a partnereinktől kapunk. Pontos, egyértelmű, ambiciózus tervre van szükség azért, hogy felcsigázzuk érdeklődésüket a projekt iránt, és a külföldi szakemberek együttműködjenek a mi szakértőinkkel, mondta Zelenszkij. Az elnök hangsúlyozta, hogy ezzel nem kell várni a háború befejezését. Az államfő a közbiztonsági igényeknek megfelelően egy új lakásállomány építését kezdeményezte kényelmes óvóhelyekkel. A Szociálpolitikai Minisztérium adatai szerint az Orosz Föderáció teljes körű invázióját követően Ukrajnában több mint 2 millió ember vált belföldi menekülté. Látványosan megnőtt a menekült ukrán nagycsaládosok száma, mondja Csillag Lajos, a Bokcsarnokban szolgálatot teljesítő katolikus Karitász műszakvezetője. A háború kirobbanása utáni hetekben jellemzően egyedülállók és szétszakadt családok érkeztek Magyarországra, mondja a segélyszervezet munkatársa. Szerdán 312 menekülőnek segítettek a Bokcsarnokban dolgozók, 95 ember az éjszakát is a humanitárius tranzitponton töltötte. Jelenleg olyan napi 300-400 fővel számolunk, amiben benne vannak a nagycsaládosok gyermekei is, és az igényeik nem változtak, ugyanazt kérnek, ugye, akik nincstelenül menekülnek, gyorsan eljöttek otthonról, hát valamilyen élelmiszer, tisztálkodási szereket, kisbabáknak pelenkát, egyéb ilyen higiéniai szereket a felnőttek számára is. És sokan vannak, akiknek abban segítünk, hogy tovább tudjanak utazni Nyugat-Európába. Jelentős a számuk azoknak, akik helyjegyet kérnek tőlünk, hát ebben segítünk, megvásároljuk nekik. Mennek tovább jellemzően Münchenbe, vagy Bécsbe utaznak tovább. Amit észrevettünk, megnőtt a nagycsaládosok száma, a menekült nagycsaládosok száma. Eleinte érkeztek kisebb családok, vagy akár egyedülállók, házaspárok, mostanában inkább a nagycsaládosok azok, akiket itt fogadunk. Általában van velünk egy atya is, aki lelki segélyt nyújt szükség esetén. Orvosi segítségre pedig egy külön orvosi ügyeleti szobánk van itt fönt az emeleten. Pályázatainak az elbírálása is. Sajtótájékoztatót tartott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, melyen az ukrajnai háborúval kapcsolatban bejelentette, hogy 2 az államtitkárság által meghirdetett pályázati felhívásból közel 70 millió forintot fordítanak humanitárius karitatív célokra.
ezzel a Kárpátalján maradt magyarokat és a belső ukrajnai menekülteket fogják segíteni. Utóbbiak számát az államtitkár több mint 300 ezerre becsülte. A politikus kiemelte, a magyar kormány minden segítséget megad a bajba jutottaknak, legyenek magyarok vagy ukránok, és nem csak a Magyarországra érkezetteknek, hanem a belföldi menekülteknek is, akiket Kárpátalján, magyar fenntartású intézményekben, óvodákban, iskolákban szállásolnak el. Hozzátette, közvetett módon ezáltal közel 1 millió menekült ellátását biztosították, hiszen Magyarországra is 630 ezeren érkeztek eddig. Magyarország minden segítséget megad a bajba jutottaknak, legyenek akár magyarok, akár pedig ukránok, és ezt nem csak a Magyarország területére menekült, mint egy 636 ezer embernek biztosítottuk, hanem azoknak a belső menekülteknek is, akik Kárpátalján vannak, akik szintén több százezren. Vannak ezzel egyébként, hogyha ezeket a számokat összeadjuk, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy közvetlenül, illetve közvetett módon 1 millió menekültnek az ellátását, támogatását biztosítottuk, vagy pedig gyors átutazását biztosítottuk Magyarországon. Az Európa Tanács külön megbízottat jelölhet ki az ukrajnai háború diplomáciai úton történő rendezésének elősegítéséhez. Jelentette ki Németh Zsolt, a Magyarországgyűlés külügyi bizottságának elnöke, az MTÉ-nek adott nyilatkozatában. A politikus elmondta, a strasbourgi szervezet gyorsan és egységesen reagált a háború kitörésére, ennek az egységnek a fenntartásához a külön megbízotti intézmény hatékonyan hozzájárulhat a 46 tagország között közötti nézetek összehangolása révén. Németh Zsolt hozzátette, a konfliktusra mindenképpen diplomáciai megoldást kell találni, amelynek elősegítésére jó alkalmat szolgáltathat egy negyedik Európa Tanács csúcs, amelynek keretében a tagországok vezetői irányt mutathatnak egy új európai biztonsági rendszer megteremtéséhez. Németh Zsolt elmondta, a háború nem csak diplomáciai és politikai, hanem gazdasági következményekkel is jár. Ukrajnát újjá kell építeni. Erre a nemzetközi közösségnek már most el kell kezdenie a felkészülést. Az Európa Tanács ehhez egy újjáépítési alap létrehozását javasolja, tette hozzá Németh Zsolt. A közgyűlés által elfogadott állásfoglalásban a képviselők leszögezték. Oroszország agressziója a II. Világháború óta a legsúlyosabb humanitárius válságot idézte elő Európában. Kihívások elé állította a világ kormányait, valamint az energiaköltségek meredek emelkedéséhez, és az élelmezési bizonytalansághoz vezetett. A közgyűlés állásfoglalásában hangsúlyozta, megdöbbentőek az orosz fegyveres erők által elkövetett atrocitások, és támogat minden olyan erőfeszítést, amelyek célja a nemzetközi emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog Oroszország általi megsértésének kivizsgálása, valamint az agresszor felelősségre vonásának garantálása. A közgyűlés egyben javasolta, az Európa Tanács erősítse meg elkötelezettségét a fehér orosz és orosz civil társadalom, az emberi jogok védelmezői, a független újságírók és a szervezetek értékeit és elveit tiszteletben tartó demokratikus erők iránt. Az amerikai kongresszus jóváhagyta a törvényjavaslatot, miszerint a lefoglalt orosz eszközök eladásából befolyt összegeket Ukrajna támogatására fordítják. A képviselőház által elfogadott szimbolikus törvényjavaslat arra szólítja fel Joe Biden elnököt, hogy értékesítse a szankciók alá került orosz oligarchák luxus cikkeit, az összeget pedig Ukrajna megsegítésére fordítsa, közölte Andrei Jermák, az elnöki hivatal vezetője, a New York Times-ra hivatkozva. A törvényjavaslat előírja, hogy az amerikai szankciók hatája alá eső külföldiek elkobzott pénzeszközeit Ukrajna újjáépítésére, a lakosság humanitárius támogatására, valamint más jellegű segélynyújtásra kell fordítani, beleértve a katonai támogatást is. A törvényjavaslat nem kötelező érvényű, elfogadása mindkét amerikai párt azon véleményét tükrözi, miszerint Biden elnöknek agresszívabb álláspontot kell képviselnie, számolt be a New York Times.
Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának kezdete óta mintegy 2,3 millió ukrán állampolgár, vagyis a menekültek 44%-a kért nemzetközi védelmet az Európai Unió valamelyik tagországában, közölte az Európai Unió menekültügyi ügynöksége. A Máltai Központú Ügynökség jelentésében közölte, hetente átlagosan csak nem 300 ezer Ukrajnából érkező menekült kér ideiglenes védelmet az Európai Unióban. Az orosz invázió kezdete óta mintegy 4,6 millió Ukrajnából érkező menekült lépett be az Európai Unió területére, abból a közel 5,3 millióból, akik elhagyták az országot. Lengyelországba több mint 2,9 millió, Romániába mintegy 800 ezer, Magyarországra több mint 500 ezer, illetve Szlovákiába 360 ezer menekült érkezett. Az uniós ügynökség elemzése szerint az eddig ideiglenes védelmet kérő ukrán állampolgárok kétharmada nő. A kérelmezők között alig van felnőtt, kísérő nélküli kiskorú. Az átmeneti védelemben részesülők 1 és 3 év közötti úgynevezett kezdeti tartózkodási engedélyt, munkavállalási jogot, valamint egészségügyi kezeléshez, szálláshoz és szociális ellátáshoz való hozzáférést kapnak. A gyermekek közoktatásban részesülhetnek. A védelemben részesülőknek a felsorolt kedvezmények eléréséhez nem kell menedékjogot kérniük, ami hosszabb eljárást igényelne. Február 24-e és április 24-e között az ukrán állampolgárok mintegy 21.700 menedékkérelmet nyújtottak be az Európai Unió tagországaiba. Ez az unió területére belépett ukránok kevesebb, mint 1%-át jelenti. A legtöbb, mintegy 9000 kérvényt március első hetében közvetlenül a háború kezdete után nyújtottak be. A kérelmek száma ezután jelentősen visszaesett, mivel az Európai Unió március 4-én életbe léptette az ideiglenes védelemről szóló irányelvet. A konfliktus miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülő ukrán állampolgárok és Ukrajnában élők, valamint családtagjaik az Európai Unió egész területén jogosultak védelemre. Az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó nem ukrán állampolgárok és hontalanok, akik nem tudnak visszatérni származási országukba vagy régiójukba, szintén védelemben részesülnek az Európai Unióban. Ukrajna háború utáni teljes körű újjáépítése körülbelül 600 milliárd dollárba kerül, jelentette ki Denis Mihály kormányfő a The Economist-nak adott interjújában, számolt be az Ukrinform. Becsléseink szerint a teljes körű újjáépítés közel 600 milliárd dollárba kerül. Jelenleg 14 kormánycsoport foglalkozik az orosz invázió okozta károk pontos meghatározásával. Itt nem csupán az infrastruktúrában okozott rombolásokról van szó, hanem az ipari és az ökológiai károk meghatározásáról is, jegyezte meg Smihál. A miniszterelnök meggyőződése, hogy Oroszország teljes körű Ukrajna elleni inváziója jelentős negatív hatást gyakorol a világgazdaságra. Tavaly Ukrajna volt a második legnagyobb gabona beszállító az Európai Unióba. Az EU gabona importjának 14%-át adta. Ukrajna volt a világ legnagyobb napraforgóolaj exportőre, a világ készleteinek mintegy 47%-át biztosította. Oroszország agressziója globális élelmiszerellátási válságot idézhet elő. Egyben számos más iparágat is érinthet, például a technológia világát, hangsúlyozta Smihál. Az ukrán kormány figyelembe véve a hadi állapot sajátosságait módosította az átlagbér kiszámításának szabályait, számolt be a gazdasági minisztérium sajtószolgálata. A kormány a hadi állapotra való tekintettel módosította az átlagbér kiszámítási eljárását. Ez lehetővé teszi az átlagkereset helyes kiszámítását azoknál a vállalkozásoknál, amelyek a háború alatt kénytelenek felfüggeszteni tevékenységüket, áll a közleményben. Az illetékesek az alábbi módosításokat fogadták el. Nem számítódik be az az időszak, amely alatt a háború miatt hiányoznak a munkavállaló fizetéséről szóló adatok. Ha a munkavállaló részben ledolgozta azt az időt, amiért a prémium vagy egyéb kiegészítés jár, az átlagkereset meghatározásakor a ténylegesen készhez kapott prémium összegét veszik figyelembe. Q
Kidolgozták a Beregszászi kistérség szociális kártyarendszerét, és elkezdődött a szociális szféra dolgozóinak képzése. A kártyák kiosztása közeljövőben megkezdődik, aminek köszönhetően a kistérségben élő szociális támogatást igénylő családok, valamint az orosz invázió miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek számára tudnak egy átlátható és igazságos rendszer alkalmazásával támogatást nyújtani. A projekt prezentációjára a Beregszászi Városházán került sor. Megkaptuk a kártyákat, megkaptuk a kártyaleolvasókat, és a mai nap sikerült értesítenem a kistérségek vezetőit, hogy hogyan is állunk ebben az ügyben, és mindenki számára szimpatikus volt, és úgy látom, hogy egy összefogás lesz ezeknek a kártyáknak az adaptálásában, úgyhogy a Beregszászi kistérség szociális kártyája, mint rendszer a 44 ezer lakosra, ugyanúgy a szomszédos kistérségek, akár Bégány, akár Péterfalva számára, nyilván nekünk az a fontos, hogy segítsünk a kollégáknak az átláthatóság felépítésében, és az, hogy maximálisan igazságos tudjon lenni a humanitárius segélynek a kiosztása. Ez a háború, ez még hosszú ideig tarthat, ezért be kell, hogy rendezkedjünk az átláthatóság és az igazságosság fenntarthatósága mellett. A kártyás elosztási rendszer kidolgozását és bevezetését a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat szorgalmazta. A Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat első perctől szerette volna, hogy létrejöjjön egy szociális kártyarendszer vidékünkön, hisz a segélyek mértéke korlátozott, és azt egyetlen szervezet se engedheti magának, hogy többszöröződjön. Tehát, hogy legyen olyan személy, aki 3-4 helyen is kap, és legyen olyan, aki sehol nem tudjon kapni. Ezért fontos, hogy létrejöjjön ez a kártyás rendszer. Örülök neki, hogy a polgármester úr ezt szorgalmazta is, végig is viszi lassan a polgármesteri hivatal ezt az ötletet, és hát nagyon jó, hogy több szervezet is hozzá csatlakozik, hisz így egymást is tudjuk segíteni az egymás munkáját ezzel. A prezentáción jelen volt Oroszi József, a Tiszapéterfalvai kistérség polgármestere. Mindenképp szeretnénk alkalmazni a kártyát, de sok kérdést vetünk fel, és fogjuk látni, hogy hogy fog működni a Beregszászi kistérségben. Én gondolom, hogy mindenképp sokkal jobban fogjuk tudni, és átláthatóbb lesz, és jobban fogjuk alkalmazni úgy a menekültek körében is. A más kérdés, hogy a saját lakosainknál hogy fogjuk tudni ezt alkalmazni. Ha nem akar majd bekapcsolódni a karitatív szervezetek és egyházak ebbe a vérkeringésbe, mert akkor egyszerűen nekünk jogunkban sincs adni a saját lakosainknak, csak a menekülteknek. Most ha ez, az összhang meg kialakul a szervezetekkel és az egyházzal, akkor gondolom, hogy fog működni a saját lakosainkkal kapcsolatban is. Én úgy gondolom, hogy ez a tétel, amit mi, mint önkormányzat kifizettünk ennek a programnak a létrehozásáért, mi szeretnénk felajánlani a partnereinknek, a kistérségeknek ennek a programnak a felhasználását természetesen ingyenesen. Meg kell ezt rendelni a kártyákat és az elolvasókat, ebben is szerintem a KÖT tud majd szerepet vállalni, és keresünk majd együtt a KÖT elnökségével forrást arra, hogy meg tudjuk finanszírozni a szomszédos kistérségek számára is ezt a támogatást. Mi már készítjük az adminisztrátorainkat ezeknek a kártyáknak a kiadására, nézzük a gyakorlati hiányosságait, pluszait. A Beregszászi kistérségi szociális kártyát a jövőben minden a kistérség területen élő család igényelheti. A tervek szerint Beregszászban 10, az előjárói körzetekben egy-egy kiadási ponton lehet majd átvenni. Az, hogy a gyermekek óvodába járhatnak, két szempontból is nagyon fontos. Egyrészt a közösségi lét elengedhetetlen a kicsik számára, másrészt pedig tehermentesíti a dolgozó szülőket is. A háború kitörése óta az óvodák és az iskolák nagy része Kárpátalján menekült szállóvá alakult, vagy pedig bezárt. Most azonban úgy tűnik, újraindulhat az óvodai élet, ennek pedig a szülők is örülnek. Nagy örömmel fogadták, örültek neki, hogy végre újra közösségbe kerülnek, mert minden gyereknek azért csak hiányzik a maga kis közege. Az, hogy otthon megkapnak minden lehetőséget arra, hogy játszódjanak, de mikor közösségben vannak, az az igazi.
Így tehermentesítettük a szülőket is, hisz elég sok szülő van, akinek állandó munkahelye van, akinek többeknek problémát okozott a gyerekek elhelyezése. Így örültek neki, elfogadták a feltételeket, megmutattuk nekik az óvóhelyet, mivel rendelkezik az óvoda. A megfelelő körülmények biztosításával és a különböző feltételek betartásával a Nagydobronyi kistérségben két óvodát tudtak megnyitni. Ezen intézményeknek megfelelően előkészített óvóhelyjel kell rendelkeznie, az ott dolgozó pedagógusoknak pedig szakszerűen kell eljárni egy-egy légiriadó esetén. A szülők és a gyermekek megkímélése érdekében minden légiriadót játékként kezelnek. Az óvodapedagógusok leleményességének köszönhetően ilyenkor úgynevezett kincskereső játékra invitálják a gyerekeket, ezért az apróságok örömmel vonulnak le az óvóhelyre. Megfelelő levéllel fordultunk a járási katonai adminisztrációhoz, amelynek jóváhagyása feltétlenül szükséges az intézmények megnyitásához. Hát sajnos csak felemás eredménnyel a két óvodánk megkapta az engedélyt, a két iskola, a művészeti iskola viszont még egyelőre nem. Miután az engedély megszületett, április 25-én hétfőn a Nagydobronyi óvoda, illetve a Kisdobronyi óvoda megnyitották kapuikat, ajtaikat gyerekeink előtt, és ebben az esetben természetesen a szülőkre bízzuk a döntést, hogy küldik-e, hozzák-e a gyerekeket óvodába, illetve biztonságosabbnak találják esetleg az otthoni elhelyezést. Mi minden esetre a feltételeket mindenki számára biztosítjuk, és mindenki sok szeretettel várunk. Az iskolák újraindításával kapcsolatban benyújtott kérvények egyenlőre még nem lettek pozitívan elbírálva. Májustól szűkül a támogatásra jogosult áttelepültek köre. Anyagi támogatásban ezentúl csak azok részesülhetnek, akik a harcok közelében lévő községek övezetéből vagy az ideiglenesen megszállt területről menekültek el. Továbbá azok az áttelepültek számíthatnak pénzbeli támogatásra, akiknek lakhelyét lerombolták vagy lakhatatlanná vált. A menekültek támogatásával foglalkozó Angela Babkina szerint ezek a változások anyagi támogatás nélkül hagyják az otthonukat elhagyni kényszerülők nagy részét. Érkeztek menekültek Bucsából, mondták, hogy a házuk megmaradt, csak a palafedés rongálódott meg, illetve kitörtek az ablakok és az ajtó. Bucsa polgármestere arra kérte őket, hogy még legalább két hónapig ne térjenek vissza, mert folyik az aknamentesítés és az infrastruktúra, illetve a víz, áram és gázellátás helyreállítása. Ezek az emberek nem szerepelnek a támogatottak listáján. A szétbombázott Cserhinyivből, Cserhinyiv megyéből, Szumi megyéből menekültek helyzetének megítélése kérdéses. Ha Odesszáról beszélünk, tudjuk, hogy mi van. Többen is hívtak Odessa és Mikolajev megyéből, családostól szeretnének elmenekülni onnan, hogy biztonságban legyenek. Viszont Odessa megyében jelenleg csupán egyetlen kistérség lakosai jogosultak arra, hogy megkapják a 2-3 ezer hrivnyás állami támogatást. Mikolajev megyében 4 ilyen kistérség van. Kárpátaljára továbbra is érkeznek a menekültek. 2022-ig megyénkben összesen 4000 áttelepült személy tartózkodott. Mára viszont a hivatalos adatok szerint számuk meghaladja a 110 ezret. Szakemberek szerint legalább 2-szer ennyien vannak. Legtöbbjük számára a legfőbb gondot továbbra is a lakhatás és az alapszükségletek biztosítása jelenti. Ami a menekültek anyagi támogatását, illetve az étkeztetésük biztosítását illeti, az őket befogadó kistérségek forrásai is végesek. Ezek a kérdések mind válaszra várnak. Ezekre senki sem tud konkrét választ adni, ami érvényes lenne a következő néhány hónapra is. De mivel hadiállapot van, ilyen körülmények között élünk, ezért dolgoznunk kell, és arra kell gondolnunk, amit napról napra meg tudunk tenni. Apró lépésekkel kell haladnunk a győzelem felé. Soron kívüli ülést tartott csütörtökön a Dzsungvári Városi Tanács. A képviselők megszavazták az ukrán fegyveres erők Ungváron állomásozó és a területvédelmi alakulatok finanszírozásának bővítését. Módosítottunk a programon, hogy szélesebb körű beszerzést tudjanak eszközölni a katonák ellátását illetően. Már megtörtént a beszerzés, de módosítottunk a programon azért, hogy a jövőben is legyenek hasonló beszerzések, hiszen megvan rá a fedezet.
Megkaptuk a keleti szolgálatra induló dandárunk parancsnokától a listát, mire van szükségük. Ezeket mi hivatalosan a beszállítóktól szerezzük be, és szerződéseket kötünk velük. Mindent a hat kiegészítő parancsnokságok képviselőivel közösen vásárolunk, hogy minden meglegyen, amire valóban szükségük van. Valamint saját költségeinken vásárolt eszközöket is adunk át nekik. A képviselők elfogadták az áttelepültek támogatásáról szóló egységes programot, és megszavazták a menekülteket befogadó létesítmények őrzésének további finanszírozását. 15 millió hrivnya volt előirányozva erre a programra. Még maradt pénz. A megyei katonai közigazgatással közösen gondoskodunk a menekültek ellátásáról. Vannak még források ebben a programban. Mi csupán egy külön határozattal kiemeltük azt a többi program közül. Továbbra is ellátjuk a menekülteket. Közel 6000 embert ingyenesen étkeztetünk Ungváron. A képviselőtestület felmentette a bérleti díj befizetése alól azokat a vállalkozásokat, amelyek az iskolai étkezdéket bérlik. Viszont nem mindegyiket, csak azokat, amelyek jelenleg nem üzemelnek. Tudnélik, sok iskolában laknak most menekültek, és a legtöbb esetben az ellátásukat, étkeztetésüket az adott intézmény konyhája látja el, amiért pedig a helyi költségvetésből kap pénzt. A zene orvosok, szavak nélkül gyógyít, vélik a Kárpátaljai megyei Filharmónia zeneművészei. Az intézményben működő zenekarok és együttesek 5 különböző műfajú hangversenyt terveznek májusra. Városunk fogadja és ellátja a lakhelyüket elhagyni kényszerülő személyeket. És a mi küldetésünk, hogy számukra pozitív élményeket biztosítsunk, mivel nagyon sok bánat érte őket. Azt veszem észre, hogy sokan közülük otthon is jártak koncertekre. Érdeklődnek a hangversenyek iránt. Egy szóval igénylik az e fajta kikapcsolódást. Mi pedig a zenekedvelőkért dolgozunk. Május 5-én tartják meg az Ukrán Zene Estjét. A Tavasz Lehellete című program résztvevői a Magyar Melódiák Kamarazenekar, a Kárpátaljai Motívumok Együttes, valamint a Megyei Filharmónia szólistái. Katerina Hazó május 12-én Johann Sebastian Bach műveit adja elő az orgona zenekedvelői számára. Május 19-én az Akadémiai Fúvorzenekar szórakoztatja koncertprogramjával a zenekedvelőket. Az Akadémiai Szimfonikus Zenekar május 22-én várja az ukrán klasszikus zenekedvelőit. Két egymástól különböző jellegű zeneművet fogunk előadni. Az egyik inkább nevezhető lírainak, a természet szépségét, az ember különféle lelki állapotát fejezi ki. A másik, Ljatosinszki zenedarabja, hősies, dramatikus műnek mondható. Egy női harcosról szól. Remélem, hogy a hangversenyünkre el tudnak jönni a Szeverodonyecki kollégáink, akik jelenleg Lemberben tartózkodnak. Jelezték, hogy szívesen részt vesznek a koncerten a mi zenészeinkkel közösen, és megmutathatjuk, hogy nem hagyjuk egymást cserben a bajban. A májusi koncertsorozatot 26-án Miroslava Svahpekár operaénekesnő hangversenye zárja. A koncerteket a Ruch Pitremki mozgalommal közösen rendezik, melyek célja Ukrajna fegyveres erőinek támogatása.